Gyermekkorban a megfelelő sporták kiválasztása nagyfokú körültekintést igényel. Figyelembe kell vennünk többek között gyermekünk testalkatát, természetét és érdeklődési körét. Az elején igazából nem az a fontos, hogy mi a sport, hanem hogy valamit csináljanak, és abból kialakul, hogy ők merre orientálódnak, mit szeretnek. Szerintem egy gimnasztika tökéletesen elég az elején, amikor játékos formában tanítják őket, össze kell hangolni a kezet a lábbal, illetve odafigyelni, mert az elején talán ez a legnehezebb, hogy akár 30-45 percet oda tudjanak figyelni, valami lekösse őket. És utána, amikor látjuk, hogy a gyerek hogy fejlődik, és mi az, ami érdekli őt, merre orientálódik, akkor érdemes sportágot választani. Ez általában 5-6 éves korban jó, hogyha már megtörténik, hogyha szeretnénk esetleg komolyabban menni, de később is lehet, hogyha csak hobbi szinten szeretnénk, hogyha a gyermekünk sportoljon, és én azt hiszem, hogy jobbat nem adhatunk neki, mint hogy ilyen közegben rendkívül sok jó tulajdonságot felszedjen már az élete első éveiben. Az egészséges életmód szemléletének kialakítását már egészen kisgyermekkorban tanácsos elkezdeni, ugyanis ha már gyermekkorban természetes, hogy rendszeresen sportolunk, a mozgásban gazdag életmód életünk részévé fog válni. A szülőnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a gyermek merre orientálódik, mennyire lesz sportos. Egyrészt a példamutatás, ami nagyon sokat számít, de hogyha ez nem is jön össze, mert én úgy látom, hogy sok családban sajnos nem, még akkor sincs semmi veszve, mert akkor a szülőnek egyszerűen a szorgalma, tehát az, hogy elhordja a gyereket, lehetőséget biztosít számára, hogy sportolni tudjon, ebben nagyon nagy felelőssége van. És én hiszek abban, hogy érdemes adni egy kis kifutást, mert hogyha a gyerekben nincs benne az a belső tűz, hogy ő élsportoló legyen, bármennyire is tolja őt a szülő, hosszú távon nem lesz sikeres a történet. Én azt hiszem, hogy a gyermek megmutatja azt, hogy ő benne mi van, és erre érdemes egy szülőnek ráerősíteni, hogyha a gyerek nagyon tiltakozik, akkor valószínűleg nem ez az ő iránya, vagy nem jó sportot választottunk. Hogyha ő igazán megszereti, akkor lehet, hogy ilyen sportoló válik belőle. Elég sok gyermek jár külön órákra, de azért figyeljünk oda arra is, a testmozgásra heti rendszerességgel is maradjon ideje a lurkónak. Egy kisgyereknél a heti rendszeresség az egészen pici korban, 3 éves korban 2 alkalmat takar, utána 3-at, és hogyha valakiből tényleg ilyen sportoló válik, azt nem ússza meg 5-6 edzés nélkül, mert ez így működik, és ráadásul bele kell tenni az éveket. Tehát akkor jönnek a sikerek, hogyha igenis ott van 5-6-10 évet a porondon, és akkor szépen elindul valami, kell a gyakorlás, de szerintem ez az élet minden területén így van. Hogyha adunk magunknak időt, akkor van esélyünk arra, hogy azt jól fogjuk csinálni, azt a feladatot. Nagyon könnyű a gyerekeket ösztönözni, kell hozzá egy jó pedagógus, meg én azt hiszem, hogy a szülőnek is egy nyitottság, hogy ne a saját elvárásait próbálja bemutatni, hanem a gyereket úgy tologatni, hogy vele beszélget, érzi azt, hogy melyik az az irány, amit erősíteni kell nála, és az önbizalmát fejleszteni. Nem valami picit ez a kulcs, hogy motiválni tudjuk a gyerekünket valamilyen módon, és a pedagógus az fogja végül is az íre a pontot rátenni, mert az ő szaktudása, amennyire motiválni tudja, amennyire készteti a gyereket arra, hogy élvezze és meg is tegyen olyat, ami esetleg nehéz az életében, ahhoz egy jó pedagógus kell. És hogyha ezt nem találtuk meg, akkor azért először gondolkodjunk el magunkban, hogy valóban nem találtuk meg, vagy csak mi gondoljuk úgy, és hogyha megbizonyosodtunk, hogy nem a gyerekünknek a legjobb terephely, akkor nyugodtan próbáljunk mást, akár egymás mellett, és akkor kialakul, hogy melyik a legjobb lehetőség. Szerintem fontos azt is látni, hogyha egy gyereknek nincs sikerélménye, tehát olyanba toljuk bele, ami esetleg nem az ő világa, akkor azzal nem adunk túl jót. Tehát figyeljük a gyerekünket, mindegyiknek más személyisége van, olyan kis csodák, hogy tényleg még a testvérek is teljesen különbözőek, és őneki próbáljuk megtalálni, hogy mi a legjobb az életében.